86-ban jelentek meg az első genetikailag módosított fajták a kereskedelembe, akkor ehhez képest a visszavonások száma már most nagyon magas. Ami a piacon maradt, az a Cri1-es, vagy lepkefélék hernyóit képes elpusztítani. Van a Cri3, ami bogárféléknek a lárváit pusztíthatja el. Kukorica esetében van lepkekártevő is, meg bogárkártevő is. Van olyan fajta változat, amely kukorica moly ellen hatásos, ugye Cri1-AB gént termel. A magyar moratórium egy ilyen növénnyel kapcsolatos, ezt nevezzük MON8-10-es genetikai eseménynek. Van olyan, amelyik Cri3-nak valamelyik génváltozatát tartalmazza, ami kukorica-bogár elleni védettséget biztosít, és vannak olyanok is, amelyek mindkét gént, abban az esetben mind a két kártevője elleni védettséget idézhet elő ez a fajta. Ha növényvédelmi szempontból kellene megítélnem ezt a Cri1 toxin tartalmazó gént, akkor azt mondanám, hogy részlegesen oldja meg a kukorica védelmét, ami kártevőkre kell kapcsolatos, de a legfontosabbat oldja meg, amely ellen a magyar gazdák nem védekeznek, tehát a magyar kukorica termesztésnek erre a technológia elemre nincsen szüksége. Különböző tudományterületek azok, amelyek kétségeket vetettek fel. Az első, amin mi dolgozunk, az a környezettudományi terület. A környezettudományi területen ugye az egyik, az a környezetanalitika. Környezetanalitikai szempontból úgy találtuk, hogy ez a kukoricafajta, ez, hogyha az aktin toxinra számított mérleget kalkuláljuk ki, akkor több ezerszeresét termeli annak a Cri1-AB toxinnak, ami a Dipel nevű permetezőszerben található. Jogos az a kérdés, hogy hol van az engedélyezés, mondjuk 1000-szeres, vagy 2000, vagy 3000-szeres mennyiségben, attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk egyébként. De tény az, hogyha megtermeli ez a kukorica nagyrészt a leveleiben ezt a nagy mennyiségű toxint, akkor annak egy része minimálisan ott marad a talajban is. De ez egész ott marad, hogyha a ma terjedő úgynevezett szártépési technológiát veszem, amelyik, amikor letörik a kukoricát, az ott maradó szerves anyagot összeszecskázza és beforgatja a talajba. Egy év múlva az 1/8%-nyi mennyiségű toxin mérhető vissza még a talajokban, ami még mindig döbbenetesen magas érték, hogyha azt mondom, hogy 1000-szeres nagyságú mennyiségről indultam, mert akkor azt mondhatom, hogy még ez esetben is egy Dipel kezeléssel egybevethető mennyiségek maradnak ott a területünkön. Minden, ami 3 hónap fölötti bomlási félidejű vegyület, azt úgynevezett perzisztensnek tekintjük, azaz a környezetben való megmaradó képességgel mutat, és az ilyen vegyületeknek, vagy az ilyen növényvédőszereknek a környezetünkből való eltávolítása az kívánatos. Számunkra érthetetlen módon ennek a kalkulációját nem végezték el a fajta tulajdonosok.